Hangulatos alkalmi műsorral kedveskedtek a moholi gyermekek az óvodájuk épülete átadása alkalmából hozzájuk érkező vendégeknek. Az adai Csika Jóvaz Máj iskoláskor előtti intézmény 12 épülete közül a moholi Bóbita épületet újították fel utolsóként. Ono što je važno za nas jeste da su deca u lepom okruženju, da su u zdravoj sredini i da je potrošnja mala. Tako da danas evo završili smo zadnji objekat, na što smo jako ponosni jer svi koji dođu kod nas zaista su oduševljeni izgledom uopšte objekata i funkcionalnošću. A felújításnak köszönhetően az előzetes számítások szerint akár a felére is csökkelhet az épület energiafogyasztása, ami jelentős megtakarításokat eredményezhet majd. 12 óvodánk van például, ez hogyha összeadódik, ez éves szinten egy igen jelentős összegre rúg ki, és az önkormányzat ezeket a fennmaradt pénzeszközöket más célokra tudja esetleg fordítani. A felújítási munkálatokat a községi és a tartományi szervek közösen pénzelték. A rekonstrukció objekta predškolske ustanove Čika Jovaz Maj iz AD objekat u Molu je urađen zajedničkim sredstvima same ustanove opštine i pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine. Vrednost investicije je skoro 8 miliona dinara, od čega je na javnom konkursu koji je sekretarijat raspisao prošle godine dodeljeno 5,2 miliona dinara. Az adai Csika Jóvaz Máj iskoláskor előtti intézmény 12 épületének 29 csoportjába összesen 451 óvodás jár. A moholi Bóbita épület 3 csoportjában 74 gyermek tölti a mindennapjait.